Ugye azzal tisztában vagytok, hogy a Tomb Raider-t eredetileg habkönnyű recskázáshoz találták ki? Ez kérem történelmi tény, de most komolyan ezt nézzétek meg. Hello, I'm Alison Carroll and I'm the new face of Lara Croft. Jézusom, ki a fene csinálta ezt? IGN.com. De ciki. Az idők azonban változnak, ebben a felvilágosult korban pedig visszatért a Tomb Raider, a lényeg pedig most már nem az, hogy a csajnak bazi nagy pixel csöcsei legyenek, hanem hogy 2 percenként megdögöljön. Ennek pedig láthatóan mindenki nagyon örül, ilyen szempontból a Shadow of the Tomb Raider-ben sem fogunk csalódni. A Crystal Dynamics egy ideje már heggezgeti ezeket a játékokat, ez pedig igazi szenvedélyprojekt a számukra. Újra feltalálták a karaktert egy új generáció számára, és látszik is, hogy ez milyen sokat jelent számukra. Megtiszteltetés, hogy Lara Croft mellein dolgozhatok egész nap, és húzogathatom az... Most komolyan azt mondod, hogy ezt a részt nem ők csinálják? Aha! Szóval azonnal lefarcoltak, amint megszagolták a Marvel pénzgyárát, igaz-e? Hagyták a f***ba, hogy az Eidos Montreal fejezze be nekik a trilógiát. De ne aggódjatok, ezek a kockák is vágják, hogy mire éhezik a közönség. Egyfolytában neki f***odják valaminek szerencsétlen Larát. Pipa! Szétb***dja a helyi látványosságokat, még akkor is, ha a helyiek szépen megkérik, hogy ne tegye. Pipa! Majmokat lő picsán! Pipa! 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 Minden ugyanolyan, mint ahogy emlékszel rá. Lara véletlenül összetaperöl egy mexikói varázsbicskát, amivel bebikázza a világ végét. Aztán elmegy Peruba, hogy megkeresse a tudja a tököm, hogy mit, egy másik bizbaszt. Egy maja pipát, egy legendás féltéglát? Mit tudom én, amint folyni kezd a vér és elkezdenek brit akcentussal karattyolni, mit érdekel engem a sztori? He wants to alter the course of humanity. De fog már be! Lényeg a lényeg, lezuhon a repülő, állhat neki megint a túlélősdinek, egy angolna lesmárolja. Na álljon meg a gyászmenet, valamit nem tudok kiverni a fejemből. Volt már olyan pilóta ebben a játékban, aki segíteni próbált Larának és nem murdált meg a p***ába? Valami repülős átok van rajta, vagy mi a p***? Nézzétek már meg! Nézd, ez a mentőgép p***hatja! Rozsdás második VH-s gép p***hatja! Még a hajók, a tenger repülőgépei sincsenek biztonságban. Mi a miért próbálkozik még mindig velük? Meg ezek után ki az a barom, aki még hajlandó közös közlekedési járműbe szállni vele? Az Eidos minden esetre gondoskodott róla, hogy ez a pilóta f***ja meg a legjobban, mert nem elég, hogy beleállt a dzsungelbe, ott még a lábait is lezabált egy jaguár. Sajnálom, muchos, sajnálom. De legalább a jaguárok nagyon menőkök, más játékokban a főellenségek bazi nagy szörnyek, vagy lebegő fejek, vagy mit tudom én, az Eidos Montreal azonban vágja, hogy mi a pálya. A való életben számunkra egy jaguár is bőven megfelelne főellenségnek. Rendesen meg lehet ám velük szenvedni, ennek például vagy 15 nyilvesszőt a fejébe állítottam, mire megfeküdt. Ám de jön a fódulat. Eztán van még egy jaguár, a teljes költségvetést jaguár fizikára költötték, vagy mi fene? Valóban egy halom pénzt elb***ak jaguár fizikára. A játék nagy újdonsága, már mint a jaguár csordákat leszámítva, hogy Lara fullba nyomja Solid Snake-et, azaz bekeni trágyával a képét, azt elbújik a saras susnyásban. A lényeg, hogy innen kisasszézva le tudja döfködni a rossz fiúkat anélkül, hogy azok valaha is észrevennék. De szerintem plusz pontot kéne adniuk kiesztegetésre, mert így úgy néz ki, mint ez a rohadt pazuzu. Az Eidos nagyon ügyesen úgy csinál, mintha ők lennének a Crystal Dynamics. És mit mondjak, nekem ez bejön. Lényegében, ha szereted a többi emo Tomb Raider-t, akkor nesze, itt van még egy kis emo Tomb Raider. Ha viszont te is recskázós rajongó vagy, mint én, akkor sajnos várnod kell addig, amíg rebootolják a reboot rebootjának a rebootjának a rebootját. De ez legalább nagyon vicces, hogy ezt a békát keresztbe lövöm. Nézd már, hogy gurul. Ha ehhez hasonló profitrehányságokra vágysz, akkor ajánlom figyelmedbe a PlayStation 4-es Pókemberről készült videómat, vagy pedig azt, amelyiket a világ sikerű Pure Farmingról csináltam. Na csá!